Üdvözlöm a Szerda Helyzet műsor nézőit és a stúdiónkban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Üdvözlök mindenkit! Attila, most már azért vannak témák, mert úgy néz ki, hogy elindul a foci, a nagy foci. De kezdenék egy olyan dologgal, ami épp, hogy befejeződött. Helder. Hát, az repesik örömtől, hogy meghozták a döntést. Hogy meghozták a döntést, a tulajdonos meghozta a döntést, és belátta, hogy rossz döntés volt ez. Én előző műsorban mondtam, hogy vannak ilyenek, amikor valaki rossz lóra tesz, és akkor elsikerül a dolog. Hát nagyobb kluboknál is észre lehető ilyen dolog, és én azt hiszem, hogy még időben korrigáltuk. Én azt hiszem, hogy jókor jött ez a, úgymond jókor jött ez a világjárvány, hát most ez kicsit morbid, ha azt mondom, hogy jókor jött. Morbid, de tény. De tény, hogy jókor jött, és így nem hosszabbítottak el, de most nem tudom, hogy azt mondjam, hogy meghaladta a képességeit, de én azt hiszem, hogy Helder talán profisabb Fortuna Ligához van szokva, de nem látom azokat a képességeket, amik kellettek volna egy Fortuna Ligához. Ami hosszú távon érdekes, és szerintem nagyon fontos, tekintettel arra, hogy nem nagyon tudtuk kezelni, úgy a klub, úgy a nézők, úgy a újságírók, azt, ha valamilyen edző elment, és valamilyen edző jött. Most szerintem a tulajdonos csinált egy gesztust, amit érdemes megemlíteni a műsorunkban is, hogy ezt a hibás döntést ő magára vállalta. Körülmények hozták, hogy hozhatott egy döntést, ahol korrigálta, de én díjazom azt, hogy nyíltan beszélt, mert ez sokat segített abban, hogy a következő hetekben, hónapokban, években jobb legyen a viszony a klub, és a, nem azt mondom, hogy rossz, de jobb legyen a viszony a nézők és a klub között, és a tulajdonos között. Hát igen, szerdeljesen mondva, tökös gyerek volt a Oszkár Világi, a tulajdonos, és hát nyíltan is kimondta azt, amit lehet, hogy más nem mondott volna ki, hanem hárított volna, ő nem hárított. A döntéseket ők hozzák, hát azért hülyék, mink se vagyunk. Azt is tudjuk, hogy ők hozzák ezeket a döntéseket, és nem külső hatás az, hogy most idehoznak egy Heldert. De ezt nem mindenki ismerte volna be, így le a kalappal a Világi úr előtt, hogy ezt elmondta, és ebbe a formába vállalta. Hát nem is, hogy kudarcot, a rossz döntést. Na, új edző. Ugye rebesgettek sok nevet, mindent megfordított azzal, hogy nyilatkozott a Oszkár, hogy a német vonal. Kire gondoltál első ízben te? Hát én sok mindenkire gondoltam, titkom, mertem neveket megemlíteni, de hogy ilyen Stork-féle kalibert hoz a Világi, hát így mondom, őszintén nem gondoltam volna. Én azt hiszem, hogy az egyik legjobb döntés, amit hozhatott volna. Én nem mertem abba belegondolni, hogy egy Stork szintű edzőt, most én nem akarom nagyon föltenni a polcra, azért Dunaszerdán nem bizonyított, és nehéz bizonyítani, de viszont én a jó edzőnek tartom, és azt, amit nekünk adott, azzal a magyar válogatottal, amivel én úgy gondolom, hogy nem fog olyan baklövéseket csinálni, mint Helder csinált, és én azt hiszem, hogy összerakja ezt a csapatot. Egyszerűen kimerem mondani egyik legjobb döntés véleményem szerint. Személy szerint nekem a Storkkal van egy személyes élményem, hát mindenkinek volt az elbe személyes élmény, de mi akkor emlékszel, habos napokat csinálunk, egy 30 napos maraton, amit szerintem már soha nem fogunk tudni megcsinálni, mert a magyar válogatott ki tudja, hogy mikor fog úgy játszani, de magában ez nagy akció volt, és számomra az fantasztikus dolog. Előtte a Dárdai munkája az már más volt, mint a előző edzőké, úgyhogy ugyanazokkal a játékosokkal csinált egy forradalmat, lehet így mondani, habos napokat soha nem felejtem el ez miatt se, de láttam egy, belevágjuk majd a videóba, láttam egy nagyon jó dokumentumfilmet, Még 50 perc, azt hiszem ez a címe, és ez arról beszél, hogy milyen volt a út a magyar válogatottnak EB-re, és ott vannak felvételek a kabinból is, és a norvég meccs közben, meccs előtt, szóval azt már érdemes megnézni, hogy viselkedett a Stork. És ebből indul ki a kérdés, szerinted
melyek a legnagyobb pozitívumok, amiket behoz Stork a kabinba, ami eddig hiányosság volt? Dunaszerdahelyről beszélünk? Mindenféleképpen a játékosunk fel kell nézni egy edzőre. És én azt hiszem, hogy Helder ezt nem tud elérni a játékosoknak. A első pillanattól kezdve nem olyan team volt ez, amelyik magával tudta volna ragadni a játékosokat, és olyan dolgokat tudott volna belevinni edzésbe, játékba, és az egész öltözőbe, amit egy edzőnek bele kell vinni. Nem rendelkezett azokkal a tulajdonságokkal Helder, amilyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy mai edzőnek. A Storknak ez egy fantasztikus előnye, mert véleményem szerint a magyar válogatottban akkor, a Dárdai után tudta folytatni azt a szívet, amit Pali belevitt a magyar válogatottba. Összerakta őket, önbizalmat adott nekik, és nem olyan rossz az a magyar válogatott, hogy ne tudott volna egy ilyen kiugró teljesítményt. Hosszú távon nem tudunk erről beszélni, viszont rövid távon lehet eredményt elérni. Fantasztikusan játszottak a portugálok ellen, fantasztikusan játszottak a Izland ellen, szóval én azt hiszem, hogy Storknak ez a pszichológiája, hát német edzőknek általában jó. Tactic was good, né, gentlemen? Take a look to me, né? We have to change. They change the system, we change the system. 4-4-1-1. Yeah? That's it. Number 5. Yeah? When you are finished, give me a sign. Okay? Close. Bravo. Weiter. Counter-attack, né? Not all of them. 3-4 players forward, the other stay. Yeah? Bravo. Keep the ball in the offense. No risk in the defense. Bravo. Mi, amikor beszélünk, még nem 100%-os. A Stork, de nagyon úgy néz ki, hogy sok mindenkit nem lehet a német vonalból ide Szerdájára hozni, itt vannak összekötődések. Ha mégiscsak beszélünk a Storkról, ha mégiscsak ki van még neked a fejedbe úgy háttérbe, hogy na jó, ez is jöhet? Hát lehetett volna, mondjuk nem német vonal ez. Én tudtam volna megszólítani edzőket, és azért nem is kis kaliberekot. Például Szózát, ott van Szóza, aki volt ugye Magyarországon a Videotonnál, aztán a Fiorentinánál, és most nem tudom, hogy hol van, megmondom őszintén, de ez is ismeri ezt a környezetet, ezt a magyarságot, szóval, és nagyon profi edzőnek tartom. És hát lehetett volna még, hát biztos vagyok benne, most neveket így nem szeretnék, mert lehet még hülyeséget mondok, de én azt hiszem, hogy hát a tulajdonos akarva, akaratlanul egy picit elárulta magát, és hát ez a német vonal, ez a Storkfél, ez, hát reménykedjünk, hogy bejön, és meg tudnak egyezni. Még egy érdekes vonal van ebben a történetben. Ugye a Helderről beszélünk, és arról, hogy milyen stílust játszottunk, mai napig nem jöttünk rá. Mert nehéz definiálni, hogy mi volt a erőssége, melyik rendszer 4-2-3-4, vagy 4-4-2, vagy 3-5-2, amit próbált. Viszont a Hibalánál is a gegenpressingen kívül nem volt más stílusunk. Most úgy néz ki, hogy jön egy edző, aki ebben variabilisabb. Én is így látom, ezt nagyon jól mondott. Én is több variációt látok ebbe a Storkféle vonalba, mint például Hibalába. Hibala nagyon kemény fejű volt. Kemény fejű volt azt a gegenpressinget, akkor is erőtette, amikor talán nem kellett volna. Ugye átbeszéltük itt a szerdahelyzetben többször, hogy hát jó, és hát háború után mindenki generális, ugye azt szokják mondani, de ez már meccsről meccsre is volt olyan, hogy Peter akkor is, és jó néhányszor a szerencse is mellénk állt. És hát nem akarok én elvenni semmit a Hibalának a érdemeiből, mert fantasztikus dolgokat csinált itt, de volt jó pár meccsen olyan szerencsés dolgok a pályán, ami bejött. Hát jó edzőnek szerencséje is van, azt szokják mondani. Igen, Stork, én szerintem egy tágabb látókörű edző, és szerintem alkalmazkodik a ellenfél játék stílusához, és taktikusabb talán. Biztos vagyok benne, hogy fogunk látni majd olyan dolgokat tőle, amit Szerdán nem megszokott. Igen, és jut rá szembe az a Európa Ligás mérkőzés a Tromitosban, amit szerintem egy ilyen típusú edzővel úgy játszottuk volna végig, hogy továbbjutók vagyunk szerintem. Szóval itt most egy kicsit kritizáljuk a Hibalát, de tény és valóság, hogy ez volt egyik gyengéje a Hibalának, hogy ebbe nagyon nem tudott hogy hozzányúlni valami más rendszerhez. Attila, te írtad a
Facebook oldalon azt, hogy ha Storkot említetted, ha ez igaz lesz, akkor itt nagy dolgok készülődnek. Mire gondoltál? Hát mindenkinek a szíve vágya, én szerintem az, hogy legyünk ma bajnokok. Én nekem is. Én azt gondolom, hogy olyan dolgokat élnénk Dunaszerdáján, ami páratlan. Itt a vásár, meg azok a dolgok, amik kimaradnak a életünkből mostanában, ugye, mert hát el van halasztva, vagyis hogy törölve van. Hát itt népünnepé lenne, merem állítani Csalóközbe, és nem csak Csalóközbe, hanem a felvidéki magyarság egy olyan ünnepet csinálna, hogy azt hiszem, hogy ez szerintem egész világ megünnepelni, ez egész világ magyarsága megünnepelni. Számomra ez elejétől kezdve nem csak szakmailag lesz érdekes, hanem én a Storkot úgy nagyon úgy emocionálisan kezelem, mert egyszerűen nem tudom elfelejteni, még egyszer a Habos napokról beszélek, az nem tudom melyik mérkőzés után német Krisztián volt edző, volt a vendénk, és felhívtam, ott egy győztes meccs volt, nem tudom, az osztrákok ellen. Azt hiszem, osztrákok ellen, az döntetlen volt, már nem emlékszek rá, Isten bizony. Szóval feljött a pódiumra, és beszélgettünk, de ott olyan ünneplés volt, mert aznap azt hiszem 1700 ember volt egy időben a sátor alatt, és egész nap 3500 ember ment át, szóval olyan atmoszféra volt ottan, és egyszerűen nem hallottam azt, amit én beszélek a repróba, amiben visszahallgattam a hangomat, olyan zsivaj volt. Na ezt, ha meg tudja csinálni nálunk ezt a fiesztát, azt, amit 2016-ban, mert most is libabőrös vagyok, eszembe van az, amikor a magyar szurkolók átmentek a Franciaországban ezen a úton, 5000-en, 6000, nem tudom hányan voltak. Szóval libabőrös dolgok. Ilyenre gondoltál? Tartom a Storkot annyira profinak, hogy ezt átérezte, ezt a dolgot is. És tudja ő, akármekkora profi is, és lehet, hogy ő majd, mit tudom én, félreáll egy bizonyos ponton, és előre tolja azokat a játékosokat, vagy pedig a teambe a kollégáit, de én azt hiszem, hogy ezt maximálisan átérezte, hogy mit nyújtott ott a magyar csapatnak. És ezt biztos vagyok benne, hogy van annyira intelligens, hogy tudja, hogy ez milyen vidék, és hogy mennyire számít nekünk az, hogy magyarok vagyunk. És hogy mit tudna adni azzal, hogyha bajnokok lennénk. A nézőkkel kapcsolatosban végre megvan az, hogy jön egy edző, és te is írtál róla, azt hiszem, hogy jön egy edző, és nem dünnyögünk, és nincsen ez a veszekedés, még ez a közöttünk van. Fura hangulat volt mindig, amikor az edzőcsere volt. Hát igen, emlékezzél rá, amikor Hibala idejött, azért mennyire megosztó volt, ugye? És most is azért olvasok én olyan dolgot, hogy hát volt Andorra, meg stb. És én csak annyit mondanák, nem szeretnék üzengetni, vagy valami, hanem egy edző, nagy edzőknek is vannak olyan meccseik, és ez bármelyik, szerintem, ha olvastak nagy edzőkről könyvet, vagy olvastunk nagy edzőkről könyvet, vannak olyan meccseik, amikor tényleg akármekkora profi is lehet, lebecsüli ellenfelet. És fölküldi úgy a csapatot, hogy nem tesz bele anyait, apait felkészülésbe, hanem gondolja azt, hogy ezt zsima 3-0-ra menjünk. És szerintem az Andorra olyan volt. Azt el kell felejteni, nem kell újabb Waterloo csinálni abból a Andorrába, hogy emlegetni. Hát ez nagyobb csapatoknál is előfordult. Nem Málta megverte a németeket, meg stb. Ilyen dolgok voltak már a futballtörténelemben. Én azt hiszem, ilyeneket már nem kellene emlegetni. Ez elmúlt, ez megtörtént Storkkal, megtörtént nagyobb edzőkkel is. Igazad van, de szerintem teljesen igazad van, én még hozzátenném azt, hogy a Andorrát egy vonalra tenni azzal, amit csináltak elbén, ez szerintem nem valami józás, mert ez szóval nem egy szint, mert
amennyi pluszt hozott, és amilyen élményeket, életre szóló élményeket, szerintem Andorát, ha valaki nem említi meg, akkor a kutya sem fog emlékezni rá 5 év múlva, 10 év múlva, de a 2016-ra biztos. Pontosan így van, és az Andorra örültek talán 2 évig annak, hogy megverték a magyar válogatott, tehát nem baj, hát verjék meg, na, és akkor most jó van. Mi pedig úgy éltük meg, hogy Jézus Mária, most kikaptunk Andorát, no, és akkor belebukott a Stork, meg a mezeket levettetni ott, azért. Ez nem írdomos, ezt azért kicsit én szerintem profisabban kellene átélni ezeket a dolgokat. Meghagyni, az edző is csak ember, és ő is dolgozik. Hát lehet, hogyha újra csinálná azt Andorrai meccset, akkor tényleg 3-4-0 lenne. Nem nehéz. Bajnokság. Június 6-án úgy néz ki, kezdünk. Úgy néz ki, hogy az a 2 hét bajnokság elejéig, még amíg beszélünk a Stolkról, amíg vége lesz a szerződésnek, akkor lesz egy ideiglenes edző. Mindenki Kurucról beszél. Kimondhatjuk ezt a nevét, hogy Kuruc lesz. Addig a pályaedző, nevezzem úgy. Emlékezünk rá, 2008-ban itt volt a Antal érában, nem is tudom, aztán B csapatnál volt, és nem volt itt sokáig, nem is csodálkozom, de akkoriban is jó edzőnek titulálták sokan. Mire számítsz játékos állományból? Azt hiszem már nézted, hogy ki mindenki maradt itten, és szerinted milyen irányba nézzünk, mert fog kelleni hozni valami játékosokat, milyen irányba nézzünk? Először is első részének a kérdésének azt hiszem, hogy mondhatom, hogy testközelből ismerem a Kurucféle dolgot. Elég sok U19-es meccs Sárpival, Gőgárpival, nagyon sokat beszélgettem róla, hogy milyen viselkedése, milyen mentalitású edző. Én azt hiszem, hogy vele fog bírni ezen a meccsen. És hogyha esetleg a játékosok abban a hibába esnének, hogy lenézzék mint edzőt, vagy esetleg lebecsüljék, vagy esetleg már olyan szinten várnák a Storkot, vagy várnák azt a következőt, ez egy óriási hiba lenne. Én szerintem a játékosok is lesznek olyan profi gondolkozásúak, remélem, hogy merem remélni, hogy nem fogják ezt a 4 meccset annyira lebecsülni, hogy most már mindegy alapon menjen. És ugye itt van a szlovák kupa, amit még hát azt hiszem, hogy le kellene játszani, és ezt meg is kellene nyerni. És ez egy nagy feladat szerintem Kuruc részére. Tartom olyan képességű edzőnek, látom a ifi csapatnál a tevékenységét, hogy vele fog bírni. A másik dolog, amit fejtegetsz a játékosok, mindenki játékosokat követel, és az a nézet, az a vélemény, hogy itt játékosok nélkül nem lesz, ugye, kell játékos. Én is azt hiszem, hogy fog kelleni játékos. Ugye Kalmár Zsoltinak a szerepe, hogy mennyire fog, hogy most mi a szándéka, hogy most mennie fog, vagy akár ez már benne lógott a levegőbe. Ugye Zsolti egy meghatározó egyeniség. Viszont ami, és ezt mindenki tudja, nem mondok vele újat a szerdehelyzetben, hogy a csatárposzton kellene erősítenünk. Nem tudom, hogy Ramirez milyen szinten, vagy hogy fogja fölvenni a kesztyűt, de én azt hiszem, hogy Ramirezen nem lesz toleráns Stork, hogyha ő fog idejönni. Azokat a teljesítményeket, amit ő nyújtott a utóbbi időben, és láttuk, amikor a fejünket fogtuk a presszbe, hogy egyszerűen katasztrofális volt. Ez biztos vagyok benne, nem fogja tolerálni. És szerintem a Storkék, hát most mondjuk, hogy Storkék, megnézték a játékos állományt, és merem állítani, hogy levideóztak annyi játékost, és annyi órát eltöltöttek már, míg aláírják azt a szerződést, hogy biztos vagyok benne, hogy fogják ismerni a csapatot, és azon a véleményen lesznek, mint mi, hogy kell játékos. Hát említetted többször is, hogy jársz a U19-es mérkőzéseire, és hiszem a műsorban is említetted azt, hogy egy párat ki is lehetne próbálni, azt hiszem, Barit említetted. Van még ott érdekesnél? Boateng, én szerintem kitűnő játékos, amit a hiba Lomas Lovanon bevetett, aztán egy sérülés folytán kiesett a szórásból a srác, de én kimondottan jó felépítésű, jó gyereknek tartom őt. Hát nem tudom, hogy fogja, ez az edzéskiesés is, hogy fogja, mennyire voltak becsületesek.
Hát hallani, például kézilabdában hallani, én hallottam most kézilabdát, hogy ide keverhetném egy kicsit, hogy a lányok nagyon-nagyon leépültek, hogy csak pár tudja megfutni azokat a dolgokat. Hát ez individualitás kérdése szerintem, hogy mennyire voltak otthon meccsvetések. Viszont a edzés az nem ugyanaz, az nem lehet egy napon emlegetni a individuális edzéseket vagy a magyar edzéseket. Én szerintem néztem a Dortmund mérkőzését, azt hiszem a Bundesliga, hát hasonlítsuk a előző szezon, illetve a koronavírus előtti mérkőzéseket, ahol egy kicsit lelassult a foci. Nem tudom, hogy 80-as években mentünk vissza, de egy kicsit lelassult a Bundesliga is. Ez várható lesz a Szlovák Ligában is, hogy nem fogunk látni olyan fizikálisan megterhelő focit. Egyszerűen képtelenség, nem tudnak ezek a játékosok ilyen kihagyás után bemutatni azt, amit láttunk itt évekig. Se a Bundesligában, se melyik ligában szerintem. Érdekes, amit mondasz, mert én ugyanerre gondoltam, amikor néztem most a Bundesligát hétvégén, hogy talán még taktikát és stílust is befolyásolni fog ami van mögöttünk. Ez biztos vagyok benne, hogy az edzők bele fogják kalkulálni azt, hogy milyen erőléti állapotban van a csapat. Itt rettentően fog dominálni az, hogy mennyi cseré, ugye fölvitték 5-re cserét. Ez azért nagy szó, de hát nálunk nem tudom, hogy mennyire nagy szó Dunaszerdán, mert Kispad azért elég gyér volt, meg most is, hogy kit lehetne annyira rotálni arról a Kispadról, de hát fel kell tölteni bátran, majd föltöltik a U19-ből, meg hoznak két kvalitás játékost, aki meghatározó. És főleg én arra számítok, nagyon-nagyon sokat fognak dominálni a standard szituációk például, hogy rögzített helyzetekből hogy fogják tudni megjátszani azt, és mennyire eredményesek lesznek a csapatok. Én meglepően néztem most a Bayern például, hogy mennyire taktikusan játszott a Bayern. Biztos vagy benne, hogy rá fogja nyomni a bélyegét az egészet. Pontosan, és hogy említetted azt a 5 cserét, Radványi Mikivel beszéltem, hát sok csapatnak nincs olyan kerete, hogy most 5 játékosból válogathass úgy, hogy te megváltoztatod a játékképét. Sokkal inkább arra jó lesz szerintem az 5 csere, hogy nem fognak izomszakadásokat kapni a játékosok, akik meg lesznek terhelve, mert egyszerűen ha fejre állnak, egyszerűen olyan kondiban nem tudnak menni, és a játékosnak nem tudod megmondani, hogy vigyázz magadra, ne menj olyan sprintekbe. Szerintem nehéz lesz felmérni a játékosoknak is ezt, hogy most hogyan, milyen sprinteket vágni, meg voltak szokva a bizonyos focira. De ebből a szempontból jó az 5 csere, nagyon jó, az nagyon jó húzás. Én is úgy látom, hogy jó. És ez aztán rá fogja nyomni a bélyegét a meccsnek a alakulására is. Ez a 70. 75. perctől, amikor már egy kicsit fáradt a csapat. Most már ez a 5 csere befolyásolja majd. Lehet, hogy korábban fognak elcsattanni első 2 cserék. Szóval ez érdekes lesz. Viszont csak ehhez még annyit hozzátennék, hogy a Fortuna Ligában is már olyan tesztek vannak, és a játékosokat annyira tesztelik, hogy beleraknak mindent a gépbe, számítógépbe. Hát, VO2-es max. És akkor így van, és akkor megmondják, hogy milyen edzettségi állapotban van, de hát én azt gondolom, hogy akármilyen teszt is lehet, biztos vagyok benne, hogy minden játékosnál csökkent a teljesítmény. Pontosan ezt látom saját magamon is, mert nekem is van ez a okos óra, és ez mutassa a aeróban, meg a VO2-es max. És kimentem az első hosszú sétára, és a szívem VO maxba ment a gyaloglás közben. Úgyhogy én, egy normális ember nincs jó kondiban, nem még vagy a focisták. Mátéval beszélgettem még annak, amikor még kezdődött ez, és amikor szétengedték a csapatot, hát ő megmondta, hogy ez nem olyan, mikor kimegy a tó mellén, hogy futkosott. Hát és az magosan nem. Mikor egy edző inspirálja a játékost, meg hajtja, belehajtja a vére, szóval az nem ugyanaz. Attila, sok időnk volt gondolkozni. Életben nem fogunk remélem átélni ilyen hosszú szünetet a fociba, és ilyen fura szünetet a fociba. Biztos már vannak valami gondolatod a fejedben, de mi fog eszedbe jutni 10 év után ezekről a hónapokról? Mi ez tulajdonképpen foci szempontjában? Hát elég szkeptikus vagyok én ebben a kérdésben, megmondom őszintén. Beszéltem egy olyan emberrel, aki tényleg azt mondja, hogy figyelj ide, influenza ellen is kaptál egy oltást, és akkor még pár év múlva, vagy pár hónap múlva még képes volt visszakapni azt.
Szóval én azt hiszem, hogy, hogy most már ezekkel a dolgokkal vele kell élnünk, és hát remélem, hogy nem fog visszajönni egy ilyen szintű valami környezetünkbe. De ezáltal, hogy a világon ennyire keveredik a nép, hogy két órán belül Londonban vagyunk, vagy akár pár órán belül Tájföldön, meg világ bármely részén, hát ilyen vírusok előfordulhatnak. Én azt hiszem, hogy embereknek most már jobban oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Mindenre. Hát most, ha én megmondanám azt, hogy mit kell csinálni, akkor én lennék talán a világon a leggazdagabb ember, de én nem tudom megmondani, hogy mi jut eszembe 10 év múlva, és reménykedni merik abba, hogy távlatokból fogjuk figyelni ezt a dolgot, és azt mondani, hogy átéltünk miért. Szokták azt mondani, társaságokban szokták azt mondani, hogy a foci nincs a zöldasztali döntések nélkül. Hát azért szerintem van. És reméljük, hogy ezt fogjuk megérni akkor, mikor a Dac bajnok lesz. És akkor mit fogunk kiaválni? Hát azt, hogy hajrá Dac, és inni söröt vedel. És akkor megteszem a év legnagyobb túráját, nem Hongkongba vagy hova, hanem Szever 2 rövíkodra. Hajrá Dac! Hajrá Dac!